Jó estét kívánok, bár Sulyok Tamás országházbeli beiktatásán nem jelent meg Novák Katalin, az azt követő ünnepélyes vacsorán már ott volt, ezt a 24.hu forrásai súgták meg a lapnak. Mindenre Havasi Bertalan úgy reagált, hogy valójában nincs itt semmi látnivaló, mert minden korábbi államfőt erre a vacsorára meghívtak. Kell-e belelátni ebbe többet, mint amit sokan most belelátnak, és mit üzen az, hogy a Republikon mérése szerint a magyarok többsége azt gondolja, hogy a kegyelmi botrány mögött azért Orbán Viktor alakja sejlik föl, ez az egyik kiemelt témája a mai műsorunknak, de mutatjuk a többi témát és a vendégeinket. A Republikon felmérése szerint Orbán Viktor tartják a kegyelmi botrány felelősének, az ellenzék és kormánypárti szavazók véleménye eltér. Az Egyesült Államokba ment Orbán Viktor, Donald Trumpal is tárgyal, de a hivatalban lévő amerikai elnökkel nem találkozik. Közös járőrszolgálatot látnak el a magyar és a kínai rendőrök, erről állapodott meg Pintér Sándor. A Momentum a szuverenitásvédelmi hivatalhoz fordul. Márki-Zayék megvennék Rákay Philip tulajdon részét a Navracsicsot gyalázó újságban. Az érintett azt mondta, futóbolondokkal nem üzletel. Vendégeink Tüttő Kata, az MSZP főpolgármester helyettese, Gyükeri Mercedes, a HVG újságírója, Lukácsi Katalin, hitoktató történész. Ez az AKTUÁL, a stúdióban Klug Emília. Jó estét kívánok, és jó estét kívánok a vendégeinknek. Szerintem a nézőnk többsége egyetért azzal, hogy többször kéne ilyen hármasokat összehoznunk, ahol csak női vendégek vannak itt. Mindenesetre ez most különösen jó ritmusban sikerült, így nőnap előtt egy nappal, de a témák azok abszolút nem női témák, hanem mindenkit érdeklő témák. Nyilván itt a bejátszásban már felvillantottuk azt a Republikon mérést, ami az első témánk, és ami azt vizsgált, hogy a magyarok szerint a kegyelmi botrányért ki lehet a felelős, és elég érdekes pártmegoszlás szerint különböző megállapításra jutottak a kutatók, mutatjuk ezeket az adatokat. Ön szerint ki a felelős elsősorban a kegyelmi botrányért? Ezt kérdezte a Republikon Intézet reprezentatív 1200 fős telefonos felmérésében. Az eredmények azt tükrözik, hogy a legtöbben a miniszterelnököt tartják a K. Endrének adott kegyelmi döntés felelősének, a legkevesebben pedig Varga Judit volt igazságügyi minisztert nevezték meg hibásként. A Fidesz-KDNP szavazói közül viszont a legtöbben Novák Katalin tartják a kegyelem felelősének, de Horn Gábor szerint figyelemreméltó, hogy a kormánypártok támogatóinak igen nagy aránya nevezte meg Orbán Viktort is, holott a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke másra számított. A DK bírósághoz fordul a bicskei pedofil segítő kegyelmi dokumentumainak megismeréséért. Jelentette be online sajtótájékoztatóján Sebján Petrovszki László. A parlamenti képviselő ezt annak kapcsán közölte, hogy az igazságügyi minisztérium arra hivatkozva utasította el a kegyelmi eljárás dokumentumainak közzétételét, hogy az iratok nyilvánosságra hozása veszélyeztetné a tárca hatáskörének külső befolyástól mentes ellátását. A párt szerint azonban a tárcát épp a kegyelem ellenjegyzése során érte rá hatás. A DK ezért a bíróságon akarja elérni a dokumentumok megismerését, amire azonban a híradónknak nyilatkozó jogász szerint semmi esély sincs. Itt több téma felmerül, de kezdjük a Republikon méréssel. Ugye a teljes népesség körében Orbán Viktor, mint válasz, 38%-ot kapott, a fideszeseknél 9-et, az ellenzék szimpatizánsainál 57%-ot, mint akit a felelősség terhel. Ugye nyilván ez az adat korrelálhat azzal, amit mért a Fidesz akkor, amikor úgy döntött, hogy nagyon gyorsan Novák Katalint leváltatja, vagy visszamondásra kéri, visszalépésre kéri, de ezzel idővel majd ez a botrány elüle, és fennáll az a veszély, hogy ráég a Fideszre és a miniszterelnökre. Ebből a szempontból izgalmas az, hogyha már nem gondoltam eddig ilyen aspektusból erre a kérdésre, de hogy a nő napi felvezetővel kezdtük a műsort, akkor elgondolkodni azon, hogy a nőknek van egy negatív szerepe azért még mindig a közéletben, és hajlamosak lehetnénk azt gondolni, hogy a magyar választók akkor azt gondolják, hogy igen, egy nő, tényleg ő volt a felelős, le is mondott, rendben van, és azért megépült már annyira Orbán Viktor minden hatósága ebben az országban, hogy azért ez ráéget, felülírja ezt a fajta prekoncepciót, és hát ez most visszaüt Orbán Viktor számára. Hát nem is egy nő, hanem két nő, ugye, hát Novák Katalin is, Varga Judit is egy pillanat alatt eltűnt a közéletből, Tehát, hogy én is egyetértek azzal, hogy előtte, vagy bocsánat, újra kezdem, tehát, hogy egészen más kontextusba kerül az, hogy nők kerültek helyzetbe a politikába. Most egyre inkább úgy tűnik, hogy valójában nem nők, hanem női alakú szobrok, vagy női alakú bábuk kerültek a közéletbe, és hogy nyilván egy pillanat alatt föl lehetett őket emelni, és egy pillanat alatt így el lehetett őket tüntetni. Hát igen, és ha már nőnap, akkor azért mondjuk el itt is, hogy ugye itt nőnap, nemzetközi nőnap, nem virágünnep, ugye ilyenkor a nemek közötti egyenlőtlenségekről beszélünk, és az egyik ilyen fájó pont az, hogy nagyon-nagyon hiányoznak a nők a közéletből. Ugye az országgyűlésben is nagyjából 10-ből, ha egy van, de ha megnézem a polgármestereket, a 10 000 főnél nagyobb településeket, ott sem találok több nőt a politikában, és ugye a szemünk láttára elgázoltak 2-t. Ugye miért épült meg a szavazók körében, az emberek körében az, hogy Orbán Viktor lehet a felelős, mert hogy ő maga nyilatkozik így. Ő mindig úgy beszél, hogy ő egyedül dönt. Aki hallgatja őt a szokásos kinyilatkoztatásain, ő mindig azt mondja, hogy ő utasítja a frakciót, ő dönt úgy, ő azt mondja, hogy ez lesz. Akkor hogy lehet az, hogy ebben az ügyben ő 2 nő mögé bújt el? Tehát ugye ezt most már senki nem fogja elhinni, hogyha mindenről ő dönt, és egyedül viszi az összes sikert, akkor hogy lehet az, hogy amikor megtörténik egy ilyen eset, akkor elbújik mások mögé? És itt a legfontosabb kérdés még mindig az, hogy miért kapott kegyelmet K. Endre, és hogy mit tehetünk azért, hogy a gyerekeink biztonságban legyenek, és azért ezekre a kérdésekre ma még nincs válasz. Egy jogalkotási düh az, ami látszik, de ettől nem lesz senki nagyobb biztonságban. Nem lehet egy gyerekeket bántani 2011-ben sem, és ma sem lehet a jogszabályok alapján, tehát nem jogszabály hiányzik ma. Ugye itt a bejátszásban szerepelt, hogy a DK bírósághoz fordult azért, hogy a kegyelmi eljárás dokumentumait hozza nyilvánossá az igazságügyminisztérium. Tegnap itt volt Csándi Anta, az LMP is ugyanezt kezdeményezte, anonimizált formában szeretnék ezeket kérni, ők közérdekű adatigénylés formájában. Ha ezek a próbálkozások, a hivatalos próbálkozások zsákutcásak lesznek is, ezt még nem tudjuk, mert nem mindegyik futott le, vajon lesz olyan szivárogtatás, ami valahogy megjelenik esetleg a sajtóban? Vagy akár hivatalos úton is kiderül, hogy ha azt látják a titokkezelői, most nem hivatalos értelemben, hogy nem csillapodik addig a közhangulat, amíg nincs pont ezeknek a kérdéseknek a végén. Ez nagyon izgalmas, mert én először akkor hallottam fideszes körökből, vagy hát valamelyest, ezt most nem szabad ennyire leegyszerűsíteni, de hogy nem annyira ellenzéki körökből, hogy Orbán Viktor teszik felelőssé, hogy a református egyházban ugye helyzet van még továbbra is, hogy Balogh Zoltán most marad-e püspök, vagy nem marad, mi lesz, és hogy állítólag kampánykörutat jár, hogy mindenki győzködik, hogy de hát ő. És hát ott köszön vissza az, hogy hát, mert úgyis azt hiszik a hívők is, vagy hát a döntéshozók, hogy hát, de hát úgyis Orbán Viktor döntött, és akkor a szegény püspökünket áldozzuk be, tehát hogy itt is visszaüthet, valamint még arra az izgalmas apróságra hívnám fel a figyelmet, hogy de a Mi Hazánk szerepéről azért sokszor gondolkodunk, meg hát sok vélemény van róluk, de hogy egy ilyen kérdésben például ellenzékiként gondolkodnak, tehát hogy Orbán Viktort ők is döntő többségben inkább felelőssé teszik, és azért lehet, hogy sok minden rosszat gondolhatunk a Mi Hazánk politikusairól, de más a Mi Hazánk szavazók, és a Mi Hazánk szavazók ezek szerint alapvetően inkább ellenzéki érzelműek, amit tudomásul kell venni a politika csinálóknak. Jó, de hát attól, hogy ők Orbán Viktor felelősnek tartják, tehát ő nem változtatja meg az ő választási hajlandóságukat, vagy azt, hogy kire fognak szavazni. Hát abban igen, annyiban igen, hogy nem fognak a Fideszre. Tehát, hogy akkor már a Fideszre szavaznának, hogyha nem... Tehát, hogy ez egy fontos különbség, én azt gondolom. Hát igen, csak ugye közben meg szoktam mondani, az ellenzéknek az is dolga, hogy ott, ahol kormányoz, a városokban, például Budapesten, mutasson egy másik utat. Tehát, hogy igazából, amikor az a nagy kérdés, hogy volt egy jelzőrendszer, volt egy intézményrendszer, gyerekek segítséget kértek, nem kaptak segítséget. Sőt, azt látták, hogy az a János bácsi, aki őket bántotta, az nem börtönbe megy, hanem kitüntetést kapott. Ugye nekünk az a dolgunk, hogy megértsük, hogy ez miért történt, miért nem működött a jelzőrendszer, és hogy ezt ki tudjuk javítani. Ugye ez az, amit a fővárosi önkormányzat, bár már nincsen nálunk gyermekintézmény, de mégis elkezdünk ezen dolgozni, mert nem az a cél csak, hogy megértsük, hogy ki mindenki volt felelős, hanem hogy hogyan javítsuk meg azt az intézményrendszert és jelzőrendszert, ami van. Mert nem, én azt látom, hogy nem a jogalkotás ebben a megoldás. Még egyszer csak egy gyors körkérdés formájában ezt fussuk le, hogy az itt ülők mennyire optimisták azzal kapcsolatban, hogy a miértre választ kapunk. Én egyáltalán nem. Nem? Én azt gondolom, hogy volt ennek egy nagyon komoly felfutása minden oldalról, tehát látszott, hogy így ez tényleg ugyanúgy az összes párt szavazóit elkapta, és nyilván ebben része volt annak is, hogy ugye a Fidesz az zászlajára tűzte azt, hogy családbarát kormány, és hát láttuk, hogy ez mennyire egy valós dolog. Pörgött, volt egy nagyon nagy tüntetés, voltak mindenféle mellékszálai a történetnek, és én azt látom, hogy most egy kicsit ez így kezd nyugodni, és nem látom azt a társadalmi nyomást, és azt a politikai nyomást se, ami kikényszerítené azt, hogy megtudjuk, hogy valójában mi történt. Azt gondolom, hogy ha élőben maradna még az ügy, akkor tudnánk meg a részleteket, ha nem Orbán Viktor a felelős, de ha Orbán Viktor a felelős, akkor soha nem fogjuk megtudni. Nehéz, mert egy választási időszak is elkezdődött már, legalábbis, hogy látom, az ügyészség munkáját mindenképpen. Tehát, hogy nyilván nagyon sok önkormányzatban fogunk polgármestereket választani, európai parlamenti választások vannak, óriási zaj van. Nyilván ebben fenntartani ezt az ügyet perma nem könnyű. Tehát az ellenzék dolga az, hogy ebben kitartson, mert ugye az igazi kérdés mégiscsak az a nap végén, hogy meg kell javítsuk az intézményrendszert, és ez június 10-én még ugyanúgy itt fog állni előttünk, mint probléma, amire választ kell adni. És a miért, ugyanúgy az a kérdés is ott lesz még június 10-én. Hát addig nem fog. Ott kell, hogy legyen. Kiderülni. Hogyan tud ebből az ellenzék profitálni? Szerintem nem dolgunk profitálni ebből. Nem dolgunk. Hát de... A mi dolgunk az, hogy mutassuk egy másik utat, és ott, ahol kormányzunk, meg településeket vezetünk, ott érdemben el kell azon gondolkozni, hogy mit kell változtassunk azon, és megmutatni egyébként az ország számára, hogy lehet megjavítani ezt a mostani rendszert. Ugye esetleg Budapesten most fogadtunk el egy családon belüli erőszak megelőzési célzó stratégiát. Próbáljuk a jelzőrendszert, a telefonos belejelentő rendszert elérhetővé tenni. Van egy lakhatási programunk, ami kifejezetten arról szól, hogy a szociális területen dolgozóknak legyen megfizethető lakhatása. A UNICEF-fel indítunk egy korai fejlesztést, gyerekek korai fejlesztését támogató programot, tehát hogy próbálunk mutatni valamit, hogy itt valamit tenni is kell azon túl, hogy felelősöket tenni. Örülök annak, amit mondasz, mert akkor ezek szerint ez egy másfajta politikát képvisel, mint amit hallottunk az elmúlt napokban, hogy pedofidesz, meg pedofil simogatás, stb. És hát az én érzelmeimhez közelebb áll ez a fajta politika. Tartalmi politizálás. Igen, erről volt az elmúlt napokban egy komoly vita ugye a DK plakátjai kapcsán, de most itt nem nyitjuk meg, viszont egy másik témát azt még idehoznék, mert hogy a 24.hu informátorai súgták meg a lapnak, hogy Sulyok Tamás parlamenti beiktatása után nyilván volt egy ünnepélyes vacsora, amin mintegy 80-100 meghívott vett részt, kormánytagok, vezető fideszes politikusok, az üzleti élet szereplői, művészek, akadémikusok, és Novák Katalin. És itt ebben ez volt a hír, hogy miközben ugye a lemondása előtti napokban és az azt követő napokban, hetekben soha nem hivatkozott név szerint rá a miniszterelnök, még az évértékelőjében sem, bár róla és Varga Juditről egyébként elismerően beszél, de nem csak köztársasági elnökként apostrofálta. Itt most megjelent, erre ugye Havasi Bertalan azt mondta, hogy minden korábbi államfőt meghívtak, testésen szóval nincs itt látnivaló, van-e? Érdemes ebbe többet belelátnunk, mert nyilván a parlamenti beiktatásra is meghívták, ott nem volt ott a többi korábbi államfő és a párjaik mellett. Érdekes ez a jelzés, jelenti-e azt, hogy a NER-en belül neki más a megítélése, mint amit kifelé a NER kommunikál? Azt szerintem nem véletlen, hogy nem készült, tehát hogy csak kiszivárogtatott információ, mert gondolom azt azért le van tiltva nagyon erőteljesen, hogy közös kép ne látszódjon, de hogy én annyira boldog lennék, de azt hiszem, egy más országban kellene élnem ahhoz, hogyha Orbán Viktornak a renoméja azáltal rendülne meg a fideszes körökben, hogy tényleg két nő mögé bújott, és hát csak hát valószínűleg nem lesz ilyen. Engem minden évben meglep, amikor például Orbán Viktor évértékelőjét ugye úgy kezdi, hogy köszönti a köztársasági elnök urat, ami Schmidt pára vonatkozik. Úgyhogy én nagyon kíváncsi leszek, hogy jövőre ott fog-e ülni az első sorokban Novák Katalin, és őt is köszönteni fogja a miniszterelnök. És mi a sejtésed, meg kinek mi a sejtése, hogy az ő rehabilitációja az megtörténik-e, és ha igen, akkor milyen időtávban? Nem történhet meg. Olyan embernek adott kegyelmet, akinek a tevékenysége közvetetten hozzájárult egy gyerek halálához. Mert ugye mi történt ebben az ügyben? Ez a K. Endre volt az, aki ha jól értem, pénzzel, fenyegetéssel, mindenfélére rávette a gyerekeket, akik segítséget kértek, hogy mire a rendőrség kiért, visszavonták a vallomásukat. És ugye az egészből úgy lett nyomozás, hiszen látta a gyerekek összes bejelentését, az ombudsman, a rendőrség, a gyerekvédelem, mindenki. K. Endre volt az, aki rávette a gyerekeket, hogy vonják vissza a vallomásukat, így aztán János bácsi a helyén maradt, és ugye 2016-ban az egyik fiú, akit bántott, öngyilkos lett. Mert nem kapott segítséget, mert János bácsit kitüntette a köz, és ez K. Endrének a bűne. És ennek az embernek adott kegyelmet Novák Katalin. Ezt nem lehet megbocsátani. A Fidesz sem teheti meg, és mi sem tehetjük meg. Összefügg-e azzal, amiről most az elmúlt 15 percben beszéltünk, az, most ez egy éles témaváltás lesz, de ha már a politikai haszonszerzés felmerült, hogy idén nem lesz békemenet. Miközben ugye itt a botrány kellős közepén azért hangzottak el olyan vélemények, hogy na, itt lenne az ideje a békemenettel megmutatni azt, hogy a Fidesz szimpatizánsainak van ereje, és tud egy erődemonstrációt tartani. Ugye az RTL kérdésére Csizmadia László azt mondta, hogy most a forradalom hőseire kell emlékezni, és a békemenet időpontját a magyarországi és nemzetközi eseményekhez igazodva szellemi honvédőink javaslatára fogjuk meghatározni. Én azt gondolom, hogy most nagyon biztonsági játékot látunk. Ugye ezt láthattuk Orbán Viktor évértékelőjében is, ahol még egy bátor gondolat sem hangzott el. Azon túl, hogy ugye, ahogy említetted, Novák Katalin lemondását, azt egy nagyon, vagy Novák Katalin lemondását határozottan helyeselte, ami azért elég kemény volt, de hogy az a szokásos provokatív stílus, az teljesen mintha eltűnt volna a miniszterelnök szavaiból. Ugye most a héten volt a gazdasági évnyitó, ott sem láttuk azt a harcias hangulatot, amit a korábbi években láthattunk. Tehát, hogy én azt látom, hogy egy békemenet ezt a nem is tudom, békecsinálást, ezt megtörte volna paradox módon. Ugye viszont a Nemzeti Múzeumnál most ő fog beszédet mondani, ellentétben az előző évekkel, amikor vidéken volt. Az egy nagyon izgalmas, én közvetlen újságíróktól hallottam a parlamenti ülésszakról, a tudósítóktól, hogy ott volt egy nagyon erőteljes hangulat, azt érezték, persze szubjektív, de a fideszes politikusok részéről, hogy félnek. És hogy ugyanakkor meg azt érezték az ellenzéki politikusok részéről, hogy ez a helyzet nincs kihasználva, vagy kiaknázva, vagy szóval nem adtak okot erre a félelemre, és ez a békemenet elmaradása is azt mutatja, hogy azért a Fidesz komolyan veszi ezt a helyzetet, miközben az ellenzéki véleményformálók és sokszor a politikusok is azt mondják, hát ez elült ez a téma, ebből nem lesz semmi, tehát hogy attól tartok, és hát nem tudom, hogy tartok, vagy nem tartok, hogyan kell jól fogalmazni, de hogy a Fidesz komolyan veszi ezt a helyzetet, a társadalomban van egy pillanat, és nincs az a politikai felelősség, vagy szereplő, aki ezt becsatornázza, és ez egy izgalmas kérdés a jövőre nézve. Ugye ez a békemenet az, ahol a lengyel szövetségesek is szoktak jönni. Ugye, nekem ugye az első gondolatom az volt, hogy lehet, hogy ez a lengyel barátság, ez azért most megtört egy kicsit, mert ha én jól értem, hogy az ő szövetségeseik Lengyelországban részben az Orbán-féle propagandastábnak tulajdonítják azt, hogy ők elvesztették a választást. Nem azért, mert rosszul kormányoztak, hanem mert innen kaptak segítséget, vagy hát tippeket arra, hogy hogyan kell a másik felet tönkretenni, megalázni, hazugságokkal bombázni. Az ott nem működött, lehet, hogy ez is hozzájárult ahhoz, hogy ez a barátság itt most nem tud manifestálódni. Hát meg ugye az orosz barát magyar hozzáállás. Hát igen, ez is biztos, hogy terheli ezt a barátságot. Már ha jól értem, attól még a propagandában elfogadták a segítséget. Tehát, ott igen, de azért nem, kívülre nem mutatják. Ott az annyira. Elveket azért egy kicsit félretették, mert amíg gondolom pénz, meg ötlet, meg mindenféle gonoszság tudott oda áramolni, eddig jó volt. De az a jó hír, hogy egy csomó barátunk van a világban, például Amerikában, akiket most meglátogatott Orbán Viktor, és már az első napról születtek képes beszámolók, most egy rövid összefoglaló erről. Jó reggelt, Amerika! Ezzel a fotóval jelezte Orbán Viktor a közösségi oldalain, hogy megérkezett Washingtonba. A miniszterelnök a hírek szerint Kevin Roberts-el, a Heritage Alapítvány elnökével találkozott, akivel az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolatainak jövőjéről tárgyalt. Nagy Attila Tibor hangsúlyozta, az alapítvány nagyon fontos republikánus közeli szervezet Amerikában, amely, ahogy fogalmazott, kapcsolatépítése és tapasztalatcserére is jó lehet. Orbán hathat valamennyire az amerikai választási kampányra, hiszen Orbánt az amerikai közéletben, politikában ma már ismerik. Hivatkozási pont, sokszor negatív hivatkozási pont, de hivatkozási pont. Szent Ivány István szerint a találkozással Orbán Viktor bizonyítani tudja a Trumphoz közeli kapcsolatait. Trump számára is fontos, hogy van egy olyan miniszterelnök, aki folyamatosan dicsőíti őt és ajnározza, olyanokat mond, hogy ha ő lenne az elnök, akkor nem tört volna ki a háború, ő 24 óra alatt meg tudná oldani ezt a háborút, ő az egyetlen megoldás az orosz-ukrán háborúra. Tehát neki nagyon fontos, hogy valaki ilyen módon őt hitelesíti és megerősíti. Az elemzők szerint, ha Trump nyeri a novemberi választást, jelentősen javulhat a kétoldalú viszony, ha a demokraták nyernek, akkor viszont tovább mérgesedhet a helyzet. Azon túl, hogy nyilván ez a látogatás is egyértelművé teszi, amit eddig is tudtunk, hogy Orbán Viktor és a magyar kormány Trumpra tesz ebben a meccsben. Miért jó ez az országnak, ez a látogatás? Ez a legnehezebb kérdés, amire lehet válaszolni. Ez sokszor felmerül már, és egyre többször akár az európai politikával kapcsolatban, hogy, és félő, hogy Orbán Viktornak talán ez a vágya, hogy beszéljenek róla, ilyen Gábor Zsazsai figurává váljon, ami lehet, hogy Orbán Viktornak remek, de hogy ebből nem érezzük azt, hogy kapacitálna bármit az ország, és még csak annyit tennék hozzá, hogy én nagyon remélem, hogy Orbán Viktornak nem kell majd Szulajmánra kocintani a Trumpal, mert Trump ugye valaha a török elnöknek minősítette Orbán Viktort is, hogy bízom benne, vagy ha ez ilyen történne, akkor Orbán Viktor udvariasan elutasítaná, hogy ez egy másik kapu. Szerintem itt Orbán Viktor nemzetközi szereplése az nem annyira az országról szól, mint Orbán Viktorról szól. Tehát az, hogy Trump is, ugye utána már Trumpnak is sikerült eltalálni az országot, ami persze valószínűleg nem jelent semmit, tehát hogy mondott egy országnevet, aztán... Oké, és akkor mi örültünk, de hogy az, hogy Orbán Viktor renoméja látszik nőni a nemzetközi porondon, ami ugye teljesen más kép, mint amit mi látunk róla. Mi Magyarország érdeke? Hogy bárkit választ az Egyesült Államok elnökének, azzal legyen Magyarországnak egy normális viszonya. Mégiscsak a világ legnagyobb gazdasága, a legnagyobb hadserege. Tehát azért az az érdeke Magyarországnak, egy szövetségesi rendszerben vagyunk, ugye a NATO-ban. Az a mi érdekünk, hogy bárki nyer, az a legyen egy normális kapcsolat. Én, ha jól látom, meg szerintem mindenki jól hallja, ez eléggé egy tétre tesz föl mindent a magyar miniszterelnök, csak ugye nekem egy bajom van, hogy ő nem a saját életével, meg a saját vagyonával kockázik, hanem ez így a mindannyiunk közös sorsa, és ebben érdemi kockázat van. De ugye erre mindig az a válasz kormányzati oldalról, hogy egy dolog a diplomácia, másik dolog a gazdaság. Az meg működik, működnek a kétoldalú kapcsolatok, jönnek az amerikai beruházások, pénzek, nincs itt semmi baj. Mondjuk az is igaz, hogy viszont vannak azért olyan megszigorítások az amerikai-magyar kapcsolatban, akár gazdasági részről is, ami már a Trump kormányzat idején kezdődött el Magyarországgal szemben, és vannak olyan elemzők, akik azt is felvetik, hogy például majd beszélhetünk lehet a kínai rendőrökkel kapcsolatban, hogy pont a kínai-amerikai kapcsolatok miatt akár még válhat, még Trumpból is soros embere is lehet, mert ki tudja, mikor fog olyat nyilatkozni majd Trump, meg ki tudja, mikor lesz az tényleg a főcsapás iránya a trumpi politikának, ha esetleg ő nyerné a választás, hogy mindent a Kína ellenességre tesz fel, és akkor viszont Orbán Viktor szorulhat. Én azt gondolom, hogy gazdasági szempontból is azt látjuk, hogy ott viszont inkább Kínára teszünk. Tehát a Trump barátság az inkább egy ilyen politikai kérdés, vagy tényleg ilyen ego kérdés. Közben ugye meg a gazdaságban arról beszélünk, hogy Kína, meg Dél-Korea, meg Ázsia, meg keleti nyitás. Tehát, hogy ott viszont ezt a konfliktust még, minthogyha szítanák is. Azért a miniszterelnöknek szerencséje, hogy ott nincs ilyen szuverenitásvédelmi hatóság, mert lehet, hogy azt gondolnák az amerikaiak, hogy guruló forintokkal próbálják befolyásolni a... De lehet, hogy ezt az ötletet is elmeséli majd most. Egyébként most régebbi képeket láthattunk, mert majd holnap jön ez a találkozó, és ami itt felmerült, hogy akkor mit keresnek Magyarországon a kínai rendőrök, na ezzel a történettel folytatjuk majd a reklám után. Folytatjuk az aktuált a második résszel, Tüttő Katával, Lukácsi Katalinnal és Gyükeri Mercedesszel, és a magyar-kínai kapcsolatok egy újabb fejezetével, amely most a közös járőrözésben ölt testet, mert hogy megállapodott Pintér Sándor a kínai közbiztonsági miniszterrel, hogy lesz ilyen közös járőrszolgálat, hogy miért, ez is kiderül a következő összefoglalóból. Hamarosan kínai rendőrökkel lehet találkozni Magyarországon egy kínai-magyar megállapodás alapján, adta hírül a Telex. A portál arról ír, hogy a BN tájékoztatása alapján a kínai rendőrök feladata a turisztikailag kiemelt területek biztonságának javítása lesz. A biztonságpolitikai szakértő híradónknak erről úgy nyilatkozott, hogy a megállapodásnak az itt élő kínai közösséghez is lehet köze. A Kína szakértő szerint a kínai emberek bizonytalanok és bizalmatlanok a magyar hatóságokkal szemben, de más oka is lehet az intézkedésnek. Egy csomónak az üzlete is olyan, hogy több országot érint, jönnek, mennek, kell neki új munkaerő, hoznak valakit, valahogy bejön, lejár a vízuma, nem megy vissza, tehát elég erőteljes ilyen ügyeskedések mennek, elsősorban ebben a kereskedelmi rétegben. A Momentum azt állítja, hogy Budapesten 2022-ig illegális kínai rendőrőrsök működtek, amit videókkal, fotókkal és a kínai médiában megjelent tudósításokkal bizonyítottak. Egy tanulmányból tudjuk, hogy nem csak Magyarországon, hanem külföldi példákon keresztül több európai országban ezeknek a rendőröknek és rendőrösöknek az volt a feladata, hogy a kínai állampolgárokat megfigyeljék, és adott esetben akár azokat megfenyegessék. A Belügyminisztérium a Momentum állításait 2022-ben cáfolta. Megkérdeztük a Momentumot, miért nem tettek feljelentést. A párt erre úgy válaszolt, azért, mert Tompos Márton videója után az őrsök felszívódtak. Varsányi Áron szerint a kínai rendőrök jövőbeli bevetése, ismerve a kínai állam működését, sérti Magyarország szuverenitását. Na és akkor csak még egy kommentár, szintén a belügyminisztériumtól. Ők azt mondják, hogy a hasonló megállapodásokra van példa, például a magyar rendőrök is segítik a horvát kollégák munkáját a horvát tengerparton, de az osztrák rendőrök is voltak már a Balatonnál közösen járőrözni magyarokkal. Nekem pont ez a reakció a legérzékenyebb ebben a kérdésben, hogy nem tudom, mondjuk nem lehet, hogy ezt az ellenzéki újságoknak reagálták talán ezt a kérdést, tehát nem a saját szavazóiknak, de hogy a fideszes szavazóknak az, hogy kínai rendőrökkel együttműködni, vagy osztrák rendőrökkel együttműködni ugyanazt jelenti, akkor tényleg nagyon mélyen vagyunk. Egyrészről, másrészről meg tényleg, tehát azt tudom elképzelni, hogyha ellentétes helyzetben a Fidesz lenne ellenzékben, és akkor mondjuk a Gyurcsány kormány együttműködne a kínai rendőrökkel, hogy akkor utána mi következne a médiában, azt el tudom képzelni. Ugye tételezzünk fel olyat, hogy nincs ez az alapbizalmatlanságunk, aminek tök sok alapja van. De tegyük föl, ugye akkor érted a logikát, hogy azt mondja a rendőrség, hogy egyébként ott, ahol sok másik ország polgára él, ott van egy ilyen együttműködés, és így hozza föl az osztrák példát, így hozza föl a horvát példát, és ebbe a rendszerbe egyébként első blikre akár beleférhetne elsőre. Ugye, mert az ember tudja, hogy Budapesten nagyon nagy kínai népesség él, sokan vannak, iskolájuk van, ezek szerint volt rendőrőrsük is illegálisan. Elsőre az ember érteni, aztán jön a második kérdés, hogy ez akkor kinek a biztonságát szolgálja? A itt lévő kínaiak biztonságát, a itt lévő budapestiek biztonságát, vagy egy távoli állam biztonságát, és kíváncsi lennénk, ha megkérdeznénk az itt élő kínaiakat, hogy ők ettől most nagyobb biztonságban érzik magukat, vagy kisebben, az biztos sokat elárulna arról, hogy mi lesz a szerepe az itt lévő rendőröknek. Ezt mi nem fogjuk tudni megítélni, az itt élő kínaiak biztos tudják. Igen, engem ez az érv lepett meg leginkább, hogy a kínaiak bizalmatlanok a magyar hatóságokkal szemben. Hát én is azt gondolom, hogy az itt élő kínaiak azok nem biztos, hogy jobban bíznak a kínai hatóságokban. Van-e itt keresnivalója a szuverenitásvédelmi hivatalnak? Mert ugye a Momentum felkarolta ezt a témát látványosan, és Tompos Márton úgy fogalmazott, hogy ha valóban fontos a kormánynak a magyar szuverenitás védelme, akkor idézem, nem kéne ölbetett kézzel végignézni, hogy a kínai kommunista párt rendőrei szabadon garázdálkodjanak Magyarországon, lássuk, hogy mennyire gondolják komolyan a dolgot, és bejelentést tett a szuverenitásvédelmi hatóságnál, ami első körben lehet, hogy így, hát mi is most beszélünk, beszélünk róla, lehet, hogy egy jó reakciónak tűnik, de ugye szuverenitásvédelmi hatóságnak teljesen más az életékességük. Akár mehettek volna a Balettintézetbe is bejelentést tenni, mert körülbelül ilyen hatása lesz, ha jól értem, és nyilván nem így van, biztos nem így van, hogy a szuverenitásvédelmi hatóság nem azért jött létre, hogy a megmaradt független sajtót vegzálja, nem azért jött létre, hogy az itt lévő ellenzéket folyamatosan vegzálja, hát nyilván szuverenitási kérdésekkel foglalkozik. Hát a választás külföldi befolyásolására tett szándékokat vizsgálja. Tényleg, az Egyesült Államokban? Ja nem, ott lehet. De meg arra... lehet Szlovákiában is, meg Szlovéniában is. Nem azt, hogy befolyásoljuk a külföldit, hanem hogy külföldi, hogy befolyásoljuk. Mindig elfelejtem. Nyilván, de arra azért nem tartom rossz dolognak az ellenzéki politikusok részéről, ha felhívják a figyelmet arra a propaganda, a fideszes propaganda kétszínűségére és álnokságára, tehát nyilván azért ezt a gólt, ezt be kellett lőni, ezt a helyzetet. Persze, csak hogy körülbelül olyan hatása lesz, mintha a Balettintézethez fordultak volna. Én nagyon szívesen látnék egyébként hasonló dolgokat, tehát hogy teszteljük már, hogy egyszer csak kiderül, hogy mit csinál ez a szuverenitásvédelmi hatóság. Még ki fog derülni? Annyiban megmutatják, hogy ők mire gondoltak. Én attól egy kicsit azért izgulok így a lelkem mélyén. Na, megkérdeztük önöket is ebben a témában, hogy önök szerint van-e biztonsági kockázata a kínai rendőrök magyarországi jelenlétének? Ez volt ma az aktuál kérdése, és mindjárt reményeink szerint majd meglátjuk, hogy önök hogyan szavaztak ebben a kérdésben. Hát 89%-a a mi nézőinknek nem nyugodott meg ettől a feltevéstől. Azt nem tudjuk, hogy a mi nézőink között hány százalékban vannak kínaiak, és hány százalékban magyarok. Szerintem itt alacsony a kínai arány. 11%-a pedig azt mondta, hogy szerinte nincsen biztonsági kockázat. Köszönjük szépen a válaszokat. És akkor egy tegnapi történetet folytattunk majd mindjárt a mai napon is, és ugye ami viszont mai és friss hír volt, hogy azt már tudtuk, hogy nagyjából az ellenzéki pártok közül kik azok, akik a listavezetőjéket már bemutatták, és ugye lehetett tudni, hogy az MSZP részéről Tüttő Kata vezeti majd a párt EP listáját, viszont egy háttérbeszélgetésen ugye Kunhalmi Ágnes a párt egyik társelnökével be is számoltak arról, hogy milyen szempontok mentén jött létre ez a listavezetői pozíció, és Kunhalmi Ágnestől idézünk most, amelyben ő viszonylag hosszan az fejtegette, hogy a többi ellenzéki párthoz képest az MSZP azt a politikát választja, amelyben nem kivenni akarja a politikából a politikusokat, hanem szereplőket, ha én jól értem, új pozícióba, új helyzetbe hozni, és itt merült föl azt, hogy olyanokat választottak, akik még nem voltak európai parlamenti képviselők vagy miniszterelnök jelöltek, de bizonyítottak már a politikában, a fővárosban, a kerületekben vagy a választókerületekben, és ugye ilyen Tüttő Kata, aki főpolgármester helyettes jelenleg, és ugye ezen a háttérbeszélgetésen elhangzott az is, hogy talán nagyobb rutinja lehet egy városi vezetőnek abban, hogy uniós pénzt hogy lehet Budapestre hozni, de ez érdemi előrelépés lehet-e? Miben lehet itt reménykedni, mert nyilván egy főpolgármester vagy főpolgármester helyettes is ugyanúgy rálát ezekre a lehetőségekre, mint egy párt, egy jelöltje, ha kijut. Hogyne. Tehát ugye miről beszélek mindig, az ő dolga, elmondom, hogy mi a feladatom. Ugye haza kell hozni az Európai Uniós forrásokat, mert ez az érdeke Magyarországnak, a magyarországi településeknek. Ebből épül ma gyakorlatilag minden városba bármi, legyen szó vízcsőről, szennyvíztisztítóról, óvodáról, művelődési házról, utakról, ezek ma mind Európai Uniós forrásból érkeznek, és látjuk, hogyha nem érkeznek, az minden városon látszódik, tehát ezeket a pénzeket haza kell hozni. Ugye én nem egyedül vagyok. Az Európai Szocialisták pártcsaládja, ahova én tartozom, ez az Európai Parlament második legnagyobb pártcsaládja. Európai Uniós biztosokat ad. A kohéziós politikáért felelős Európai Uniós biztos is, a munka és szociális ügyekért felelős Európai Uniós biztos is, ugye ehhez a pártcsaládhoz tartozik is. Erre szoktam mondani, hogy nekünk feladatunk az, hogy Magyarországnak legyenek barátai ne csak távol keleten, hanem az Európai Unión belül is. Ugye, amikor azt mondjuk, hogy komolyan beszélünk, akkor arról beszélünk, hogy ellenzéki párt az nem mondhatja azt, hogy egy ellenzéki szereplő, hogy nem akar kormányozni. Hát az egész ellenzékiségünknek ugye az a lényege, hogy akarunk egy másik utat mutatni a közösségeink számára, egy másik ajánlatot tenni Magyarország számára. Ez volt a dolgunk az önkormányzatokban 2019-től kezdve, hogy megmutassuk, hogy együtt tudunk kormányozni, és tudunk másképp kormányozni, mint a Fidesz. És ez az út előre, de ezt csak együtt tudjuk megcsinálni. És ez arról szól, hogy felelősséget vállalunk, és konkrétan adunk más válaszokat, legyen szó egy pandémiára, legyen szó egy energiaválságra, ugye legyen szó a vízügyekről, amiket ugye személyesen vittem át, és ezt a kormány ezt a kreditet nekem is adta, hogy én magam törtem át ugye vízügyekben. Mutattunk egy másik utat bérügyekben, lakhatásban, családon belüli erőszak megelőzésében, a klímaválság kezelésében, energiaakciótervben, tehát ez a feladata a szervezet ellenzéknek, hogy megmutassa, hogy tud kormányozni, és van másik ajánlata. Vajon melyik stratégia, és most direkt kifejezetten nem az ügyeket hozom ide, hanem a személyi megoldásokat. Melyik stratégia lehet célra vezető az ellenzéki oldalon? Ugye ez az egyik, hogy egy ismert politikusát egy másik pozícióba teszi egy ellenzéki párt. Ugye van az a stratégia, hogy a legnépszerűbbet oda tesszük, de úgysem megy ki, csak meghúzza a listát. És például, amit a kétfarkúak csináltak, azt sok elemző egy érdekes húzásnak tudta be, amikor ugye Törlei Katalint tették fel az EP listára, meg egyébként Lé Marietta oknyomozó újságírót, akiket ugye Törlei Katalint azért ismeri az ellenzéki közvélemény, de nem politikai funkcióban, vagy nem pozícióban, és pont ezért lehet, hogy itt ez még hozhat egy érdekes megfejtést. Jó-e ez a stratégia például? Melyik működhet? Hát a kétfarkúak stratégiája nagyon hasonlít a Fideszre, mondjuk a fővárosban, ahol, meg a főváros környékén, ahol olimpikonokat szeretnek indítani, tehát hogy persze csak hát el kellene dönteni a kétfarkú kutyapártnak is, hogy akkor ők most politikai pártként működnek, mert néha egyes kerületi vagy városi helyezkedésnél már eléggé pártszerűen működnek, de amikor a kirakatban van, akkor meg nagyon ilyen civil szervezetnek tűnnek, tehát hogy ez egy identitás kérdés is ebből a szempontból, meg hát nyilván stratégiai kérdés is, ha a Fidesztől közelítjük, hogy Dombi Rudolfot vagy Rolandot, bocsánat, a második kerületben Sikergellyel szemben inkább őt indítják. Hát meg szerintem azért az is egy fontos kérdés az LP választásnál, hogy mi a cél. Tehát a kutyapártnak nyilván most az a célja, hogy mutasson civileket, mutassa saját magát, én nem látom benne az Európa politikát. Tehát, hogy amiket Kata említett, azok beazonosítható, az EP-ben is működő politikák tudnak lenni. Az egy másik kérdés, hogy ezt ki és hogyan képviseli, és hogy például az, hogy az EP-ben mi történik, az mennyire hat például arra, hogy hazahozzuk-e az EU-s pénzeket, mert ugye nyilván az a kérdés, az nem ott dől el a parlamentben, hanem a brüsszeli szféra más fórumain. De hogy visszatérve a kutyapártra, én ott egyáltalán nem látom ezt, hogy ők ebben az európai politikában részt tudnának venni. És az, amit most Tüttő Kata elmondott, az érdemben más lenne, hogyha más ellenzéki EP vagy gyakorló listavezető, vagy jelölt ülne itt? Tehát, hogy mi az a markás különbség, ami mondjuk a demokratikus ellenzék politikusait jellemzi, ha van ilyen? Ezt nem értem, ezt a kérdést, de hogy... Ha mondjuk a Momentum, vagy az LMP, vagy a DK listavezetői ülnének itt, gyakorlatilag ugyanezeket mondanák, nem? Hogy mi számukra fontos? Hát egyáltalán nem ugyanazt mondjuk. Mi a nagy törésvonal? Hát, szerintem nagyon fontos az, hogy ebből a társaságból én vettem részt egyedül kormányzásba az elmúlt 4,5 évben, és meg tudtam mutatni, és Budapesten megmutattuk, hogy mi nem csak mondunk dolgokat, hanem azt meg is csináljuk. És pontosan tudjuk, hogy hol, tehát én tudom, hogy hol tudok használni ma, nem csak a saját városomnak, hanem a többi városnak, aki Európai Uniós forrásból épít bármit. Második legnagyobb pártcsalád, az Európai Szocialista Párt, én ma frakcióvezető helyettese vagyok ennek a csoportnak a régiók bizottságában. Tehát én pontosan tudom, hogy kik azok a barátok, akikre szüksége van Magyarországnak. Nem csak az Európai Parlamentben, ebben a pártcsaládunkban vannak a legfontosabb olyan biztosok, akiken múlik az, hogy megérkezik-e Budapestre, Szombathelyre, Pécsre, Miskolcra, Hódmezővásárhelyre az Európai Uniós támogatás. Tehát nekem helyismeretem van, pontosan tudom, hogy működnek az Európai Uniós források. Szerintem én költöttem a legtöbbet ebben a ciklusban. EU-s pénzt, közel 300 milliárd forintért voltam felelős, amit Budapesten költöttünk el, és közös hasznos célok érdekében nem lombkorona nélküli tanösvényre, meg víz nélküli tóra, hanem metróra, villamosra, vízcsőre, szennyvízhálózatra, zöld felületre. Tehát, hogy szerintem ez a típusú tapasztalat, ez elég hasznos tud lenni a gyakorlatban. Azt nem akarom elvitatni, hogy Tüttő Katalin egy markáns saját arcért képvisel ebben a kampányban, de olyan szempontból nem az MSZP-n kell talán számunk kérni, hogy miért nincs közös lista, mert mondjuk pont az MSZP akarta volna a közös listát, de hogy teljesen logikus és helyes az az érv, amit elmondasz, és persze minden politikusnak az ellenzékben el kell elmondani, hogy helyes, abszolút különböznek a listavezetők egymástól, de hogy, és teljesen legitim, hogy külön indulnak, az sok érv felhozható, de ha akkor lenne, akkor állnának meg ezek az érvek, de mondom, nem az MSZP-t kell kritizálni, mert közös lista mellett érveltetek, mert hogyha egy boldog demokratikus országban élnénk, de mivel ez egy nem egészen boldog demokratikus ország Magyarország, ezért sajnos minden józan politikai érv kicsit átalakul és áttorzul, és hát igen, tehát hogy persze nyilván sokkal legitimebb lenne egy közös lista, mondjuk nyilván az én szívemhez meg de hogy ezt, tehát nem tudja az ellenzék ezt rövidre zárni, ezt a vitát, mert én is például a DK-ra már egyre kevésbé szeretnék szavazni valaha olyan bármilyen összefogás keretén belül se. Na de hogy ilyen típusú viták nem csak a sok-sok sokszínű ellenzék pártjai között vannak, hanem egy párton belül is. Erre ugye a napokban már több példát szolgáltattunk Hódmezővásárhelyről, és akkor most folytatjuk ezt a történetet. Ugye az volt ezzel kapcsolatban a hír, hogy nagyon-nagyon sok pénzt költ el a Promenád 24 arra, hogy azon cikkeket reklámozza, amelyekben ennek a lapnak a szerkesztősége igen keményen neki megy Navracsics Tibornak. Ez a lap ugye a többségi tulajdonosa Rákay Philip volt, azért beszélek múlt időben, mert tegnap délután kiderült, hogy bocsánatot kért egyrészt az ilyen típusú cikkekért, alpári támadásokért, másrészt eladja ezt a tulajdonrészt, és még a Ménes Birtok felügyelőbizottsági tagságáról is lemond. Na és akkor Márki-Zay Péter kapva kapott ezen a lehetőségem, és egy hosszú Facebook posztban azt jelentette be, ahogy itt látható is mellettünk, hogy ő akkor a város békeszerető közönségének a részéről beszáll ebbe a licitbe, és akkor szívesen megvenné a Promenád 24 felszabaduló vagy eladásra kerülő tulajdon részét, és akkor gyorsan mutatjuk azt is, hogy hogyan reagált Rákay Philip erre a felvetésre, aki úgy fogalmazott, hogy sem futóbolondokkal, sem hazát árusító dollárcselédekkel nem szoktam üzletelni. Mi van itt tehát? Saját magát minősíti az utolsó mondatával. Tehát maradjunk ennyiben, hogy szerintem, ha bárki ezt meghallja Rákay Philiptől, akkor semmilyen más mondata onnantól kezdve nem tud igaz lenni és érvényes. Van jelentősége? Szerintem. De jó, hogy kimondod, nekem ezt tetszik. Ugye, nagyon izgalmas a helyzet, én ezen sokat szórakoztam az elmúlt egy hétben, mert azért ilyet én még nem láttam. Ugye, ha jól értem, egy hete kiderült, hogy tulajdonképpen szerintem személyesen Lázár János írja ezeket az cikkeket, de ezt én nem tudhatom, de körülbelül bele tudom látni, főleg abba a megjegyzésben, hogy ne izguljatok, ezt most nem fogjuk hirdetni a Facebookon, mint az összes többit, hogy a top átment abba, ha jól értem, Lázár János, vagy hát nem tudom, hogy ő-e, hogy Navracsics Tibort, a saját kormánytársát, párttársát, szövetségesét a legnagyobb hirdetőként gyalázza, azért ez egy izgalmas új helyzet. Ugye ilyet Németh Szilárd csinál még Csepelen, ahol a saját párttársát, a Fidesz polgármesterét gyalázza 0-24 órában a saját Facebook oldalán, tehát ezek új jelenségek. Azért, ha jól értem, a szerkesztőség kikérte magának, ezt hogy beleszóljon a tulajdonos abban, igen, hogy ez egy érdekes fordulat, és aztán átadom a szót a többieknek, csak hogy így kerek a történet, hogy a lap írt egy szerkesztőségi véleményt, hiszünk a vélemény szabadságában, kitartunk álláspontunk mellett, fenntartjuk az elmúlt hetekben tett állásfoglalásokat, amiből jó sokat egyébként megint megismételnek a biztonság kedvéért, ha valaki lemaradt volna itt a hirdetés cunamiból. Például azt, hogy Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester személyében egy hazaáruló politikussal bratizik, akinek tele van a zsebe magyar mérgező soros dollárral, és aki nem mellesleg mocskos kampányt épít a miniszterelnök fiának homoszexuálisként való beállítására, most ezt érti, aki érti, ezt most itt nem fogom idézni, de szó szerint ez szerepel a cikkben, és az utóirat az, hogy mindenki megnyugodhat, ezt a cikket nem fogjuk hirdetni a Facebookon. Akkor ez van a sajtó. Ez a magyar sajtó. Kiállnak a vélemény szabadságért, de ezt tegnap is megkérdeztem az itt ülő vendégektől, és most ennek fényében újra, hogy az teljesen kizárt, hogy ők tényleg ezt gondolják, és senki nem mondja tolba. Egyébként előfordulhat, csak hát ismerjük én mondtam a véleményemet. A sajtószabadsághoz való hozzáállását a Fidesz közeli médiának, hogy nem feltétlenül akkor írnak meg valamit, amikor tényleg úgy is gondolják, hanem amikor megengedik, hogy úgy gondolják. De hogy arra is kitérnék, hogy egyébként Navracsics Tibor és Lázár János meghitt baráti kapcsolata nem új keletű, tehát elég régóta régi szálakra kötődik ez vissza. Kicsit olyan furcsának tűnik nekem ez a helyzet, hogy Lázár János valahogy unatkozhat, már elengedett mindent, úgy érzi, hogy neki már babérít országos viszonylatban nem teremhet, bár mondjuk most Novák Katalin meg Varga Judit kiszállt a versenyből, de minden esetre úgy érzi, hogy neki most mindene ott Mezővásárhely, és ott kiéli magát, és ott elenged mindent, és a Navracsics Tibort is akár gyalázza, de hogy még azért arra ugye érintett vagyok Márki-Zay Péter részéről, hiszen mellette kampányoltam végig az egész országot, és azért én itt is érzem a saját szerepem érzékenységét, hogy én azért nem értek egyet azzal a stílussal se, attól még, hogy ellenzékiek vagyunk, és egy jobb országért küzdünk, az nem legitimál minket arra, hogy ugyanolyan alpári stílusban beszéljünk, mint a Fidesz, sőt, éppen, hogy máshogy kellene, és én azért tényleg őszintén és szívből sajnálom a mezővásárhelyi polgárokat, akik ilyen vérmes, hidegháborús helyzetben kell, hogy éljenek. Hát én meg, mint újságíró tudom azt mondani, amit a Kati mondott, pont ugyanezt, hogy szerintem semmi nem jogosít fel egy újságírót, és most tényleg egyébként szerintem egy mellékes kérdés, hogy ki írta ezeket a cikkeket, de hogy nem beszélünk, nem írunk alpári stílusban semmilyen politikusról, semmilyen közszereplőről. Egyszerűen tényekkel alátámasztva lehet kritizálni, egy publicisztikában meg lehet írni a véleményünket, de nem alpári stílusban. De hát ugye nyilvánvalóan, tehát szerintem nyilvánvaló, hogy nem hagyományos újságírók írták ezt a cikket. De hát hogy legyenek már illúzióim? Hát egészen abszurd, hogy ráköltenek 2,5 milliárd forintot, ha jól értem, arra, hogy egy Lázár János érdekeltségébe tartozó újság, ahol szerintem a cikket ő maga írta, rákölt 2,5 millió forintot a saját párttársa gyalázására. Ez egészen új szürreális kaput nyitott a magyar közéletben. Akkor, amikor ráadásul... Nem tudom, mert én rengeteg munkát tudnék neki adni az építési minisztériumban, és nekem egy rakás ügyem ott áll. Pont ezt akartam mondani, fogta, hogy... és minden beruházást betolt maga alá. Na de miért? Szerintem rengeteg munkája lenne vele. Na de pont ezt akartam mondani, hogy neki az, hogyha Navracsics Tibor minél több uniós pénzt hazahoz, az jó. Mert akkor tud építeni. Csak ő is mindig megígéri, aztán nem miért sikerül. Érdemes őt rugdosni? De mondjuk, ha elfogadjuk ezt a konteót, hogy emögött ő van, mert ugye... Szerintem már rámutat arra is, hogy mennyire Navracsics Tibor hozza haza azokat a pénzeket, ha esetleg hazajönnek. Tehát, hogy mennyire fontos önálló, szuverén, ha már szuverenitás, szuverén szereplői a kormány tagok a kormányunknak. Tehát, hogy igazából teljesen mindegy szinte, hogy ki mit csinál, és tehát, hogy ölhetnék egymást, már bocsánat, nem kívánom ezt, de hogy szóval úgy milyen mélykas lehet ott az valójában, el nem tudom képzelni. Jó, de az is egyébként szerintem egy érdekes kérdés a kormánynak a feladat megosztása. Tehát, hogy van egy építésügyi minisztérium, amelyik ugye felel a projektekért, úgymond, van egy területfejlesztési minisztérium, amelyik hát felel a projektekért, és ugye ott van még Rogán Antal, aki pedig felel a közbeszerzésekért, vagyis végső soron eldönti, hogy ezeket a projekteket ki fogja csinálni. Tehát, hogy ez egy olyan verseny gerjeszt, aminek hát értelme az úgy külső szemmel sok nincs, viszont valóban ilyen feszültségeket szíthat. Hát ugyanis van egy végén egy miniszterelnök, aki miatt nem érkeznek meg az Európai Uniós források. Tehát szíthatja Lázár János, Navracsics Tibort, de ugye ő is tudja valójában, hogy ez még hülyében néz neki, ha Orbán Viktor gyalázó cikkeket csinál, pedig ugye nap végén, ha jól értem, azért nem érkezik meg a helyreállítási alappénz, mert a miniszterelnök még úgy döntött, hogy nem teljesíti a saját vállalásait ezzel kapcsolatban, amiket teljesíthetne. Van a végén egy miniszterelnök, aki lehet, hogy kegyelmeket ad a végén, nem? Hát vagy a B-verzió, hogy a Brüsszel meg a Soros miatt nem. Hát nyilván. No, eddig jutottunk ma, köszönöm szépen ezt az előnő napi beszélgetést, és ezt most azért is hangsúlyozom ennyire, mert hogy most holnaptól egy nagyjából 3 hónapig péntekenként egy kifejezetten női műsort készítettünk önöknek, amit majd Köbél Anita vezetésével holnap láthatnak először 20:45-től a Nő háromszor címmel, úgyhogy péntek esténként majd ezt láthatják, és holnap reggel is Anita várja majd Bodac Balázsral együtt önöket a Startban 6:30-tól, úgyhogy nézzenek akkor is, meg ma este is, még minket, szép estét!